A Volánbusz jármű fiatalítási programja 2018-ban kezdődött el Nyíregyházán is. Akkor 41 új CNG és 6 elektromos buszt vett birtokba a város. Ezeknek a károsanyag kibocsátása 25 mázsával volt kevesebb, mint a korábbi hagyományos járműveké. Itt az utas elégedettség is nőtt, de a környezeti terhelés is csökkent. Egyébként a Volánbusszal kiváló a kapcsolatunk, nagyon sok olyan közös projektünk valósult már meg, különösen az elmúlt évek járvánnyal terhelt időszakában, akár a szolgáltatás színvonalának az emelését, akár a menetrendek észszerűsítését, rugalmas változását jelent, és még ennél is nagyobb projektekről tárgyalunk. Egy vadonatúj autóbusz gördült be a nyíregyházi állomásra, rajta a felirat, megérkeztünk. A Volvo 8900-as jármű 95 férőhelyes és alacsony belépésű, akadálymentes kialakítású. Ráadásul környezetkímélő is. Ezek a korszerű új járművek már olyan környezetkímélő motorral és üzemeltetéssel működnek, amely minden hatályos Európai Uniós követelménynek megfelelnek, amelyek mára már elengedhetetlen, hogy mindannyiunk jövője múlik azon, hogy fokozatosan átálljunk olyan technikákra, amelyel fenntarthatóak és hosszú távon kímélik a környezetünket, városunkat és így az egész nemzetet. Ezek nem csupán uniós elvárások, de joggal a jövő generációjának is jogos elvárásai velünk szemben. Mindemellett a 21. századi követelményeknek is maximálisan megfelel, vagyis légkondicionált és rendelkezik utastájékoztató rendszerrel. Az utasok biztonságát fedélzeti kamerarendszer, kényelmüket pedig USB töltőpontok is szolgálják. Ezek fontos elemei annak, hogy minél többen térjenek át az egyéniről a közösségi közlekedésre. Először is akkor is, hogyha van járműpark, fiatal járműpark, kényelmes járműpark, környezetkímélő járműpark, és gyorsan és biztonságosan tudnak közlekedni, tudják az emberek elérni a céljukat, akár munkahelyre mennek, akár iskolába mennek, vagy akár egyéb helyekre mennek. Na most ez a járműpark bővítés azt jelenti, hogy a Volánbusz parkja is fiatalodik, mindenképpen fiatalodik. A megyében, hogyha jól láttam, 77 ilyen új busz volt, ezzel az 5 busszal kiegészülve, és hogyha fiatalodik a járműpark, hogyha Nyíregyházának van, már pedig van egy olyan közlekedési infrastruktúrája, amely elbírja ezt a közösségi közlekedést. Ha egyeztetünk a MÁV-val menetrendet és együttműködést, akkor véleményem szerint az emberek megfontolják azt, hogy váltsanak közösségi közlekedésre. Ezt pedig nem csak a nyíregyháziak tudják majd megtenni. Évek óta komoly kihasználtsággal működnek a távolsági buszok, így a forgalomba állított járművek is ezt a flottát erősítik. A Nyíregyháza Nyírtelek Görögszállás, a Nyíregyháza Nyírlugos, a Nyíregyháza Újfehértó Érpatak és a Máté Szalka Hodász, Máté Szalka Vállai viszonylaton szolgáló új buszok évente több, mint 2,6 millió utas számára biztosítanak komfortosabb közlekedést. 2018-hoz képest 2022-re 10 millió literrel kevesebb üzemanyag felhasználásunk van, és a Volánbusz ZRT flottájának a széndioxid kibocsátása 10%-kal csökkent, 30 ezer tonna széndioxiddal kevesebbet bocsátunk ki az új megújított autóbusz flottánkkal, ami 15 ezer jármű éves széndioxid kibocsátásának felel meg. Az országos járműpark átlag életkora jelenleg 12 év, de a cél, hogy ez a szám 2023-ra lecsökkenjen 8-ra. A társaság ezért még idén 1000 új jármű beszerzését tervezi, amelyekből várhatóan Nyíregyházára is érkezik néhány. Sőt, a zöld busz program keretében elektromos autóbuszokra is pályáznak majd.